Számos magasrangú egyházi és világi vezető jelenlétében áldotta meg Leonardo Sandri bíboros Miskolcon a felújított Nagyboldogasszony székes egyházat. Az ünnepélyes menet diákok sorfalán keresztül vonult a templom elé, ahol imádságok és énekek kíséretében hintették meg szentelt vízzel a megújult épület köveit. Isten szépsége testet ölt valamilyen módon ebben a székesegyházban is, fogalmazott szentbeszédében Leonardo Sandri. A bíboros hozzátette, egy olyan épület ez, ahol megvalósul a kegyelmi életre való újjászületés. A keleti egyházban különösen tapasztalható az isteni harmónia kifejezése a hangokban, fényekben, színekben és illatokban, fogalmazott, majd köszönetét fejezte ki Ferenc pápának azért, hogy a miskolci exarchátust egyházmegyei rangra emelte. Dr. Erdő Péter bíboros köszöntőjében Istennek a különböző történelmi korokban megtapasztalható gondviseléséről és ajándékozó szeretetéről osztotta meg gondolatait. Mint elmondta, a görög-katolikus egyház szervezeti fejlődésében is ezt az odaforduló gondviselést tapasztalhatjuk meg. Ez a pápa nevében kormányzott közösség most önálló részegyház, teljes jogú egyházmegye lett. Főpásztora pedig Atanász püspök úr a Szentatyától megyés püspöki kinevezést kapott. A megújuló székesegyház épülete és a kialakult püspöki székház számos intézménnyel és értékes tevékenységgel együtt jelzi ennek a közösségnek a hitét és erejét. De a magyar görögkatolikus egyház fejlődése erősíti az egész magyar katolikus egyházat is. Ezért mindannyian hálát adunk Istennek, és köszönetet mondunk a Szentatyának. Orosz Atanász püspök a szertartás végén örömét fejezte ki a Miskolci Egyházmegye megalapítása kapcsán, valamint köszönetet mondott minden közreműködőnek, akik a templom felújítását lehetővé tették. A magyarországi sajátjogú metropólia alapításán belül itt Miskolcon különösen is örülünk annak, hogy új egyházmegye létesült, és nem tudunk betelni az örömtől. Liturgikus énekünk szerint szinte kételkedve sugallja fülünkbe valaki, vajon lehetséges egy szó hatására, hogy eljöjjön megtestesülni az Isten. S rögtön a himnuszunk válaszol, de ez a szó Isten szava. A mai ünnepünkhöz, az örömhírvétel nagy eseményéhez csatlakozunk, amikor megköszönjük Istennek ezt az óriási ajándékát, és bízunk abban, hogy az az egy szó, amelyet ősi görög kifejezéssel eparchiának mondtak, az valóban így is lett, és a kimondott szó itt Miskolcon és környékén valósággá válik, ahol az evangélium, az örömhír hirdettetik a szegényeknek. A templom külső felújítása 2014-ben kezdődött. A mintegy 100 millió forintba kerülő munkálatokat állami forrásból fedezte az egyház, míg a templom belső megújítását a hívek adományaiból valósították meg.